Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjük azzal, hogy nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Képzéseink vannak. Ezt úgy hívják a mi képzéseinket, hogy coach képzés. Mi vagyunk a legnagyobb coach képző intézmény Magyarországon. Tehát ezen a téren is piacvezetők vagyunk. Előtte megéltünk három különböző piacvezetői pozíciót. Kettőt oly módon sikerült megélni, hogy azóta sem tudták azt lepipálni, pedig mind a két terület működik azóta is. Ezeket hála Istennek a vezetésem alatt sikerült elérni. Egyébként 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től szervezek saját csapatot, azóta van saját szervezésű csapatom, 93 óta vezetek, tanítok embereket. Amit most csinálunk, azt 2010 nyarától csináljuk, éppen júliusában volt 11 éve. És ugye amióta emberekkel foglalkozok, azóta ezt szeretem messze a legjobban az összes közül, és akkor mindjárt kiderül, hogy miért is, mert messze nagyobb célt szolgál, mint eddig bármivel foglalkoztunk. Ami annyit jelent, hogy teljesen különleges dolgot csinálunk, mondhatjuk azt, hogy történelmileg egyedülállót. Tehát a történelemben ilyen még nem volt, hogy legyen egy szervezet, amely azért tevékenykedik, hogy a bolygón aranykor lehessen. Miért kell, hogy aranykor legyen? Mert egy átmeneti korszakot élünk, 2012. december 23-ától egészen 2035-ig. Ebben az átmeneti korszakban kellene, hogy kiválasztódjanak azok az emberek, akik bekerülhetnek az aranykorba. Sőt, azon belül történik egy másik kiválasztódás, hogy kik fogják tanítani, vezetni azokat az embereket, akik bekerülnek az aranykorba. Akik nem kerülnek be az aranykorba, ugye hallottuk már történelmileg olyanokat, illetve anekdótákban, mesékben, mitológiában hallottunk már olyanokat, hogy mennyek meg pokol, ugye a mennyek az fent van, a pokol az lent van. Most ehhez képest lesz egy kis különbség, mert a mennyek az idéglenesen a Földön lesz, a pokol pedig idéglenesen, illetve hát véglegesen, nem idéglenesen, véglegesen egy másik bolygón. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan bolygón a naprendszeren kívül, de elég távol a mi naprendszerünktől, az univerzum szélén, ami nem olyan rég készült el, abból a célból, hogy a Földön lévő emberek, akik nem kerülnek be az aranykorba, azok oda fognak kerülni. És azért pokol, mert kőkorszaki körülmények közé fognak kerülni. Ami azt jelenti, hogy saját erejükből, saját tudásukból kell majd valahogy ki kerülni abból a kőkorszaki körülmények közül, ami
a mostani élethez képest hát igen-igen nehéz és fájdalmas lesz, és ugyanúgy, mint a kőkorszakban volt itt a Földön ennek az emberiségnek, hát nyilvánvalóan sokkal rövidebb életet fognak élni az emberek. Tehát a mostani élethosszunk az azért jóval hosszabb, mint mondjuk, tudom én, mondjuk 1000 évvel ezelőtt. Tehát egy kis változás fog történni itt az életben. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ugye pokolba kik kerültek régen, tehát milyen részünk kerülhetett volna a pokolba, hát nem a testünk. A testünk az, bocs, hogy ezt kell mondanom, az elrohad, kivétel a csont. Na most, de van egy olyan részünk, ami pokolba kerülhetett, vagy mennyekbe kerülhetett. Hát nem a test. Na most, hogyha pokolba kerülhetett valami belőlünk, vagy a mennyekbe kerülhetett valami belőlünk, akkor nem csak testből állunk, nem? És ha valaki azt gondolja, hogy csak testből állunk, akkor ez a kérdés hogyan van, hogy pokolba kerülhettünk, vagy a mennyekbe kerülhettünk? Milyen részünk? Hiszen a testünk az nem került pokolba, meg nem is került a mennyekbe, mert azt, mit tudom én, kiássák 50 év múlva, vagy 100 év múlva, vagy 1000 év múlva, és ott van a testünknek a csontváza legalább. Na most, tehát az nem kerülhetett oda. Akkor milyen részünk kerülhetett oda? Egy olyan részünk, amely egy jó hír, halhatatlan. Tehát egy olyan részünk, amely halhatatlan. Melyik részünk a halhatatlan? A lelkünk halhatatlan. Tehát a lelkünk kerülhetett ugye a mitológia szerint, meg a mesék szerint, meg stb., meg akár a Biblia szerint a pokolba vagy a mennyekbe. Na most, ha ezt végig gondoljuk, akkor ugye egyértelmű, hogy az ember az két dologból áll, és ugye azt mondják az embernek, hogy három dologból áll, azt tanítják, avval butítják az embereket, bocs a tanítókat, akik ezt a három dolgot tanítják, de tényleg butítjátok, mert nem a szellemünk került a pokolba. Tehát ugye mit kerülhetett a pokolba vagy a mennyekbe? Halálunk után. A testünk, nem? A lelkünk. Nincs más. És hol a harmadik részünk? Nincs harmadik rész. Van egy elménk, ami teljesen más. És van egy szellemiségünk, amit összekevernek a szellem szóval, ami azt jelenti, hogy a lélek maga az egy szellem egyébként. És amikor valaki mondjuk alszik, és kilép a testéből, bár hogyha valaki ezt tanulta, éber állapotban is ki tud lépni a testéből. És lényeg az, hogyha valaki kilép a testéből, mint lélek, és vannak olyan emberek, akik érzékelnek, akár látnak szellemlényeket, akkor azok láthatnak éppen egy olyan lelket, amely éppen kilépett a testéből, mivel a legtöbb ember álmában tud kilépni a testéből, ezért ugye valószínűleg, hogy egy olyan szellemlényt lát, aki éppen kilépett a testéből. Nem véletlenül, mikor lát a legtöbb ember szellemlényt? Éjszaka, furcsa mód, nem? Furcsa mód. Miért? Ugye azért, mert valaki kilépett a testéből, nem tudatosan, tudattalanul, és tehát nem tudatlanul, tudattalanul, és gyakorlatilag ugye bejárja a környezetét, vagy akár távolabbi környezetét, és valaki megérzékeli éjszaka, és pont látja, hogy egy szellem ott van. Oké? De hát nem csak ilyen szellemek vannak, amik lehetnek, tehát nem csak élő emberek lelkei lehetnek szellemek,
hanem más szellemlények is vannak a bolygón, de erről most nem kívánok értekezést folytatni. Jó, tehát lényeg az, hogy bennünk van egy lélek, amely maga egy szellemlény, és amikor azt mondják, hogy test, szellem, lélek, akkor a szellemet meg a lelket nem tudom miért választják külön, mikor az egy. Egy. Kettő, ha a szellemről beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy jó szellemű az illető. Mit jelent az, hogy jó szellemű? Az azt jelenti, hogy helyesen gondolkodó, jól működő az illető. Tehát magyarul használja a gondolkodását, használja a tudatát egy jó szellemű ember. Tehát így is érthető a szellem, a jó szelleműségre érthető, de úgy, mint külön lélek és szellem, úgy biztos, hogy nem értendő, és ez félrevezetés minden ilyen jellegű tanításban, amikor ezt külön veszik, ezt a két dolgot. Tehát a szellemet, mint szellem lényt külön veszik a lélektől. Most akkor nézzük tovább, mondhatjuk azt, hogy három részből állunk, de hogyha három részből állunk, akkor úgy kellene mondani, hogy van a testünk, van a lelkünk, és van egy harmadik dolog, amit úgy hívják, hogy elménk. De az elménknek is gyakorlatilag a raktározó része. Bár az elménk az két részből áll, mert van egy raktározó része, az a bal agyféltekénk, és van egy gondolkodó része, az a jobb agyféltekénk. De a gondolkodó részt, azt mindig úgy értsük, és ez egy kis tanítás, hogy ha nem lenne bennünk lélek, akkor nem tudnánk gondolkodni. Tehát a lélek miatt tudunk gondolkodni. Oké? Tehát hiába van elménk, ha nem lenne bennünk lélek, akkor nem tudnánk gondolkodni. Akkor úgy működnénk, mint az állatok, amely tisztán ösztönlények. Tisztán ösztönlények. Tehát például az állatoknál is keverik a tanítók a lelket az elmével. Az állatnak van elméje, ahova ugyanúgy, mint az embernél, elmentődnek a dolgok, azért elme, nagyon érdekes, elmentődnek, és ami a túlélést biztosítja valamilyen szinten. Tehát, hogy az a lény, az túléljen. Tehát úgy tegyen dolgokat ösztönösen, hogy az túléljen. Az a lényeges különbség, és ez is egy kis tanítás, az ember és az állat között, hogy az állat avval a fajta működéssel, amit elment az elméje, illetve amit hoz információkat az elme az előző működésekből, például mit tudom én, egy nyúlnak, a nyulakhoz működés, tehát hogy milyen működése kell lenni egy nyúlnak. Tehát ugye a nyúl az nem egy bátor állat, ezért ugye szokták mondani, hogy gyáva nyúl. Tehát te még nagyon bátor nyulat nem nagyon láttál, legfeljebb csak gyáva nyulat. Tehát hozza azt, hogy ő például az az állat, az gyáva. Oké? És lényeg az, hogy ezeket a múltbéli, előző nyúlbéli életekből hozott
különböző egyszerű dolgokat, az hozza az elme. És lényeg az, hogy másik része az elmének úgy működik, hogy tanul, tehát abból tanul, ami félelmek létrejöttek az életében. Tehát félelmek. Ezeket úgy lehet mondani, hogy félelmek, fájdalmak, ijegységek létrejöttek az életében, és ezt ugye berögzíti, és hasonló helyzetben az élő lényt hasonló cselekvésre ösztönzi, mint amikor az a félelem, az az ijegység, vagy az a fájdalom történt, így működnek az állatok. Na most az állatoknál ez jól működik, ugyanis viszonylag egyszerű történések történnek az állatok életében. De az emberek életében sokkal, de sokkal bonyolultabb történések vannak. És ezáltal, hogy sokkal, de sokkal bonyolultabb történések vannak, mint az állatoknál, ezáltal az emberi balagyféltekés elme által elraktározott információk téves következtetéseket vonnak le, téves működésre serkentik az embert, és ezáltal, amikor az ember a balagyféltekés, tehát az ösztönös részére hagyja, hogy hagyja magát, tehát az ráhagyja magát a balagyféltekének a döntéseire, akkor az illető mondjuk 90%-ban legalább rossz, helytelen cselekvést vagy helytelen döntést fog hozni. Tehát még egyszer mondom, az embernek a problémái, az életében történt negatív események sokkal, de sokkal bonyolultabbak, mint az állatok esetében. Tehát az állatok sokkal kevesebb és sokkal egyszerűbb negatív történéseket élnek meg, mint az emberek. Ezáltal az embereknél nem elég az ösztönös működés, az embernek gondolkodnia kellene. A mai világban pedig azt látjuk, mintha elfelejtettek volna az emberek gondolkodni. És ennek az az előzménye, hogy sikerült elérni az embereknél, hogy rossz állapotban legyenek. Ugyanis az ember akkor kezd úgy működni, mint egy állat, hogy nem gondolkodik, csak ösztönlényként működik, ha rossz állapotban van. Egy jó állapotú ember alkalmas a gondolkodásra. Egy rossz állapotú ember alkalmatlan a gondolkodásra. És ez bizony sok ember számára rossz hír. Tehát van az agyunk úgy működik, hogy a két agyfélteke egyszerre nem működik, mert az a tudathasodásos rész. Tehát amikor egyszerre működik valakinek a két agyféltekéje, akkor szokták rámondani, hogy az illető tudathasadásos. Világos ez? Na most egy normális, épp elméjű embernek vagy a bal agyfélteke működik, ha rossz állapotban van, akkor az működik, vagy a jobb agyféltekéje működik, mikor jó állapotban van, az működik. Természetesen az ember le tud menni egy pillanat alatt rossz állapotba, és egy kicsit sokkal nehezebben föl tud emelkedni jó állapotba. Oké? Ezáltal ugye ez a kapcsolgatás ide-oda, ez működik. Ez olyan, mintha lenne benned egy billenő kapcsoló, amikor egy bizonyos negatív állapotot meghaladsz, akkor lekapcsolódik a gondolkodás, és bekapcsolódik automatikusan az ösztönös működés. Amikor egy bizonyos hangulat felett vagy, akkor átkapcsol ez a kapcsoló, lekapcsolódik az ösztönös működés, és bekapcsolódik automatikusan a
gondolkodó működése az embernek. Na most, mivel a gondolkodásunk az a lelkünkön keresztül működik, ezért a lelkünk által érdekes módon csak akkor tudunk gondolkodni, ha tudjuk venni a lelkünk sugallatát. Tehát minden ember úgy születik, hogy erre képes, de a sokat nem használja ezt a kapcsolatot, akkor elszokik ettől a kommunikációs kapcsolattól. És ha sokan, vagy sok embertől hallja azt például, azt tanítják neki, hogy ne a belső sugallatokra hallgass, hanem csak azokra az információkra, amit tanultál, akkor az illető egy idő után teljesen elszokik a kapcsolattól. Tehát ez olyan, mintha valamit nem gyakorolsz az életben, és akkor szépen elfelejted. Oké? Tehát szépen elfelejted. Tehát így működik az ember, hogy szépen az a kapcsolat az teljesen olyanná válik, hogy az illető már nem ismeri föl. Tehát nem ismeri föl a lelkének a sugásait, sugallatait. Tehát a lelkünk sugallata nélkül a látszólagos gondolkodás a következő, amikor az információink között, tehát a tudásunk között, amit megtanultunk, lapozgatunk, keresgélünk. A lélek az a következő tudja, hogy világos legyen ez a kérdés, a lélek azt tudja, hogy szükséges egy olyan információ számodra, amit nem tudsz. Például soha senki nem tudhatja azt, hogy a jövőben biztosan mi történhet. Világos ez? Tehát nincs ember, aki ezt pontosan tudná. De ha neki van egy lelki kapcsolata, akkor a lélek azáltal hozzájuthat ehhez az információhoz, hogy a teremtője átadja neki ezt az információt. Tehát magyarul egy isteni lény átadja ezt az információt, hogy mi várható a jövőben. Ami igen nagy biztonsággal állítható, hogy az várható. A lélek ezt megtudja, át akarja adni, az illető a vevő rá, akkor át is veszi az információt. De ha nem vevő rá, mert ez a kapcsolat már rég megszakadt, akkor az illető ezt az információt nem fogja megtudni. Világos ez? De attól a lélekben ez az információ benne marad. Tehát a lélek onnantól kezdve rendelkezik avval az információval, amit a teremtő kapott, ugyanis a lélek az nem tud felejteni. Oké? Tehát a lelked az nem tud felejteni. A testünkön keresztül az agy, az tökéletes arra, hogy felfelejtsen dolgokat. De a lélek az nem felejt. Oké? Tehát bármilyen információhoz a lélek hozzájutott, azt nem felejti el. Ezért van az, hogy bizonyos olyan kapcsolatban, amit azt úgy szokták nevezni, hogy meditációs állapot, akkor az illető hozzájuthat olyan információkhoz, amihez éber állapotban, teljes éber állapotban nem biztos, hogy hozzájut. Mert például mondjuk a édesanyja hasában történt
Oké? És hogy mondjuk mi történt az édesanyjával, amikor ő az édesanyja hasában volt? És ezt a lelked tökéletesen tudja. És ezért egy meditációs állapotban a lelkedtől erre választ tudsz kapni. Világos ez? Na most, lényeg az, hogy az emberek nem nagyon ismerik az ember működését. Ezáltal ez olyan, mint mikor ki az, akinek van jogsia? Jogsi? Oké. Oké. Ki az, aki azelőtt is tudott már vezetni, amikor jogsia volt? Oké. Csak egy. Oké. Többiek nem. Na most, akkor neked nem mondom ezt, a többieknek mondom, én sem tudtam előtte vezetni, mielőtt ugye ne tanítottak volna meg. Na most, gondold végig, hogy vezettél volna autót, ha nem tanítottak volna az autóvezetésre? Mi lett volna, azt mondták volna, beleértve azt is, mert téged is valaki tanította arra, mert ritka az, hogy valaki úgy tanuljon meg vezetni, hogy sose senki tanította, nem tanította. Mindegy, van ilyen, de ez ritka. Tehát általában a legtöbb embert vezetésre tanítják. És mi lenne, azt mondták volna neked, hogy jó, itt az autó, menjél vele, menned kell. Ki kell menned a forgalomba, stb. Stb. Mi lett volna szerinted? Szerintem egy pár kilométeren belül tuti összetörted volna az autót, nem? Ha egyáltalán elindult, tudtál volna indulni. Mert az sem biztos, hogy el tudtál volna indulni. És akkor nem tört volna össze. De lehet, hogy már ki kellett volna gurulni az udvarról, már összetörted volna az autót. Szóval sok variáció lett volna, nem? De most gondold végig, ugyanez az ember működése. Ha valaki nem tudja az ember működését, akkor nem tudja használni az azzal kapcsolatos tudást. Magyarul ne csodálkozz, hogy bénán működnek az emberek az életben. Világos ez? Tehát az embernek pontosan tudnia kell, hogy hogyan működünk, mint lény. És nem úgy működünk, nem olyan egyszerűen, mint ahogy az iskolában tanították. Az autó sem olyan egyszerű, mint ahogy kívülről ránézel, érted? És kívülről azt látod, hogy milyen jól mennek az autók, érted? Ül benne ott egy ember, valami kerek mögött, érted? Azt időnként forgatja, és akkor halad az autó. Hát ez nem lehet olyan nehéz. Aha. És ezt beültettek volna akkor, és azt mondták volna, hogy menjél, meddig jutottál volna. Na, ugyanígy az élet. Megnézed, hova jutnak az emberek. Az emberek 97%-a a halála előtt megbánt dolgokat és bárcsakol. 97%-a. Ha megkérdezték, tehát úgy derült ki, hogy megkérdezték az embereket. És a megkérdezettek ugye 97%-a nem volt azzal elégedett. Tehát nem azt mondta, hogy ha újra kezdeném az életemet, ugyanazt tenném, amit tennék. Na most, ha tőled megkérdezném, hogy az eddigi életedet vajon ugyanúgy tennél mindent, ahogy tettél, akkor olyan mit válaszolnál? Mert én azt mondanám, hogy mindent ugyanúgy tennék. Nem én vagyok a kérdés, hanem te. Én a 3%-ban vagyok. De te mit válaszolnál? Na most, és szerinted melyik a normális? Talán az a normális, nem, hogy az ember nem akarna ezt meg azt másként tenni, nem? Mert jól csinált, amit csinált, nem?
És ahhoz nem kellene tudás, hogy az ember jól csináljon dolgokat? Vajon az autóvezetéshez nem kell tudás? Hogy nem kéne? Pedig az autóvezetés sokkal egyszerűbb, mint az életed. Világos ez? Sokkal, de sokkal egyszerűbb. Hát mondom, ilyen alapvető dolgot sem tudják az emberek, hogy mi a lelkünk szerepe, mi az elménk működése, hogy működik. Alapvető dolgok. Amit tanítottak valamilyen szinten, az a test, de már a testtel kapcsolatban azt sem tanították, hogy hogyan maradj egészséges. Érted? Hogyan maradj egészséges? Ez sem. Vagy ha netántán megbetegszel, akkor mit kell tenned, hogy minél hamarabb kimenj belőle? Érted? Na most az elmúlt másfél évben, főleg az idén, állítólag sokan meghaltak olyan betegségben, ami azelőtt nem volt. Állítólag. Én átestem ezen a betegségen. Egy napig volt 37,2 hőemelkedésem. Utána még vagy két hétig fáradékonyabb voltam a szokásosnál, legalább kipihentem magam. Az nem azt jelenti, hogy nem tudtam elvégezni a dolgaimat, csak egy olyan 2-3 órával többet aludtam, mint szoktam. Ennyit jelentett. Hú, hát ez aztán akkora valami volt. Érted? Más, meg mit tudom én, belehalt, vagy ha nem halt bele, akkor nagyon nehezen kászálódott ki belőle. Persze, más hasonlóképpen járt, mint én, de az a normális. Nem az a normális, hogy valamibe belehalunk, egy kis szarbetegségbe. Nem az a normális. Vagy nem az a normális, hogy elkapunk valami kis betegségecskéket, aztán hónapokig küzdködünk vele. Vagy az a normális? Szóval a lényeg az, hogy alapvető dolgokat nem ismerünk a működésünkkel kapcsolatban, akkor ne csodálkozz, hogy mindenféle olyan problémáid lesznek, ami ebbe a négybe besorolható, hogy betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma, akkor ne csodálkozz. Tehát, hogyha te szereted, hogy vannak betegségeid, baleseteid, családi problémáid, meg anyagi problémáid, akkor ne tanulj, jó? Akkor ne tanulj semmit. Akkor megérdemled, hogy legyenek. Ennyi. Soha a világ történelemben az embereknek egyfőre nem volt annyi problémájuk, mint manapság. De az emberek azt gondolják, hogy nem kell hozzá tanulni. Bőven elég az a tudás, ami 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt, vagy akár 30 évvel ezelőtt volt. Azt gondolják. A 30 évhez képest sokkal több probléma van. Sőt, a két évhez képest is sokkal több probléma van. Tehát két évvel ezelőtt közel nem volt annyi problémájuk az embereknek, mint ebben a másfél évben. De az emberek azt gondolják, hogy nekik nem kell tanulni. Hát nem. Hát passzus kulcs, akkor szenvedjetek. Ilyen egyszerű. Na most én látom azt, hogy akik előre tanultak, tehát előbb tanultak, mint amik a problémák lettek, azok, és használták is a tudást természetesen, így oldották meg a gondjaikat. Érted?
mondom, és gondold, tehát nem kell tanulni, szenvedj, ha azt akarod, neked az a könnyebb, hogy szenvedj, szenvedj. Ismerek olyan embereket, érted, hogy ugye kimentek külföldre a gyerekeik, kint élnek, és emiatt a cécu miatt nem is tudott velük találkozni. Tehát mit tudom én, valakinek meghalt a nagyanyja, de kint él külföldön, érted? Nem itt a szomszédos országokban, és nem tudott hazajönni a nagyanyja temetésére, érted? Tehát úgy lett eltemetve, hogy nem, egyszerűen nem tudott hazajönni. És pedig egy évet vártak rá, hogy hazajöjjön. Nem egész, bocsánat, nem egy év, 9 hónapot. 9 hónapot vártak rá, hogy hazajöjjön. Nem tudott hazajönni 9 hónap alatt. Érted? Na most én biztos vagyok benne, hogy lehet azt a képet mutatni, hogy hát, kit érdekel ez. De azért én kíváncsi lennék, hogy az a szülő, akinek kim van a gyereke, érted? És nem látja már, Skype nem olyan, érted? Vagy a Messenger nem olyan, mint mikor személyesen megöleled a saját gyerekedet. Nehogy már valaki nekem azt mondja, hogy az ugyanaz. Na most én biztos vagyok benne, hogy lehet azt mutatni, ott lazán kezelem én ezt. Aha, és belül is lazán kezelem. Érted? Tehát az embernek vannak, ezt úgy hívják egyébként, hogy ez pont a családi probléma kategória. És akikről beszélek, azok valamit elszúrtak a neveltetésben. Például én ismerek olyan elszúrást, hogy annyira majmolták a nyugatot a szülők, hogy a gyerekek alig várták, hogy kiköltözhessenek. És itt hagyták a szüleiket. Érted? Tehát gyerekkorukban a gyerekek azt látták, hogy a szülők majmolják a nyugati termékeket. Tehát bármit, amit már lehetett itt is kapni, nehogy már itt vegyék meg, hanem kint külföldön. Érted? És a gyerekek ezt látták. És 2 gyerek között már egy sincs itthon. Jó, az ember nem saját tulajdonra hozza, gyártja le a gyerekét. Hát de akkor is jó, az nem, nincs túl messze, nem? Tehát én nekem az teljesen jó volt, hogy a szüleimtől 1 kilométerre laktam. Az egy kellő távolság volt, de mégse túl messze. Szóval a lényeg az, hogy az embereknek sokkal több gondjuk van, mint volt, aminek jó részét nem tudják megoldani. De semmi gond, nem kell megoldani a problémáitokat. Csak tudod, mi a baj? Hogy a karmát nem ide fogod visszahozni a földre, hanem a karmádat szépen viszed az új bolygóra. Oké? Tehát vagy megoldod a karmáidat ebben az életedben, és akkor bekerülhetsz az aranykorba, vagy szopsz. Oké? Muszáj ezt mondani, mert nem beszélek egy kicsit csúnyabb szavakat, akkor nem kaptok észbe. Érted? Akkor itt simán a szép szavak elmennek a drága füleid mellett. Szóval a lényeg az, hogy honnan veszem ezeket a dolgokat. Van kapcsolatom gyerekkoromtól a fentiekkel. Csak én ezt akkor még nem tudtam, hogy honnan van ez a kapcsolat. Érted? És ez a kapcsolat 10-valahány évvel ezelőtt, amikor ugye egy
egy ilyen látomás volt ebben kapcsolatban, egy ilyen éjszakai álmomban történt látomás. Na onnantól kezdve ez kristálytiszta lett ez a kapcsolat, hogy ez hogy, mint, merre, meddig, és ugye az volt ennek a kapcsolatnak a megerősítője, illetve ugye, hogy szembesültem vele, hogy létezik ez a kapcsolat, hát az, hogy gyakorlatilag elmondták, hogy mi lenne az én feladatom itt a bolygón, és mi lenne a szervezetemnek a feladata, nem ennek a szervezetnek a feladata, hanem annak a szervezetben, a szervezetnek, amiben az emberek vannak, ugye akik követnek, mi lenne a feladatunk. És ugye miért a mi feladatunk? Emberek szervezésével foglalkozok 31 éve. Oké? Na most, akik mondjuk hasonló információkkal rendelkeznek, akár a jövővel, jelennel, múlttal kapcsolatosan, mint én, egy sincs közte, akinek 31 éves szervezési tapasztalata van. A bolygón nincs egy se. Oké? Az nem szervezési tapasztalat, hogy a médiába pénzt fizetek, hogy reklámozzanak. Oké? Vagy a médiába pénzt fizetek, hogy óriási posztereket rakjanak ki. Oké? Az nem szervezés, mert nem ő csinálja meg, hanem helyette van egy marketing kampánnyal foglalkozó vállalkozás, érted? Amelyik megcsinálja helyette ezeket a dolgokat. Na most, mennünk el az aranykorba. Nem az a kérdés, hogy van-e elég tudás az aranykorhoz, hanem az a kérdés, hogy mennyien fognak bejutni. És az pedig annak következménye, hogy mennyire szervezünk. Oké? És nálunk a tanulók szerveznek, csak és kizárólag, akik itt tanulnak, azok szervezhetnek. Miket? Hát új tanulókat. És a tandíj jelenleg 75%-a, tehát ez már felemelkedett 75%-ra, az vissza fordításra kerül azok számára, akik a szervezésben részt vesznek. Most képzeld el, máshol mondjuk spirituális előadók akarnak sok embernek képzést tartani, akkor megbíznak egy olyan szervezetet, akik értenek a marketinghez mondjuk, kifizetnek mondjuk pár millió forintot, vagy akár ugye nagyobb kampány esetén több 10 millió forintot, és abból a pár millióból vagy 10 millióból részesedik egy pár ember, aki ebben a kampányban részt vett. Világos ez? Na most nálunk a tanulók részesednek a szervezés eredményeiből, és egyetlen egy olyan szervezetet nem tudsz mondani rajtunk kívül, amely a bevételeinek a 75%-át kifizeti azoknak, akik a szervezésben részt vesznek. Egyet sem. Oké? Tehát ha elmondhatnánk, akkor nem is tudom hány olyan dolog van, amiben világviszonylatban egyedül állok. Vagyunk például ebben is, ebben a 75%-ban. Abban is, hogy 4 különböző területen piacvezetői pozíciót értünk el. Abban is egyedülállóak vagyunk. Érted? És abban is egyedülállóak vagyunk, hogy itt nem csak tudás van, mint máshol is lehet tudás, hanem van szervezői tapasztalat is. Nem kevés. És ugye abban is egyedülállóak vagyunk, hogy
hogy az a tudás, ami az embereknek kell, az itt van. Érted? Az elmúlt 11 évben bárkinek bármilyen problémája volt, és hozzám fordult a kérdésével, nem tudott olyan kérdést feltenni, amire mondjuk max 3 percen belül megkapta volna meg a választ a problémájára. De nem olyan problémákról van szó, aminek itt simán utána lehet nézni. Jó? Mert arra a fentiek nem válaszolnak, mert azt mondják, hogy nézz utána. Oké? Okay? Tehát most gondold végig, mit csinálunk? A történelemben nem volt még olyan, megint egyedülálló, amit csinálunk, hogy tömegeket, tehát tömegeknek tudunk biztosítani lehetőséget arra, de hát nyilván ez azt jelenti, hogy tőlük függ, hogy bekerülhessenek egy magasabb szintű, magasabb rendű létformába. Régen, ha magasabb szintű, magasabb rendű létformába akart valaki bekerülni, akkor mondjuk elment remetének, vagy elment egy kolostorba, vagy egy zárdába, és akkor hasonszőrűekkel a kolostorban vagy a zárdában elérték azt, hogy mondjuk 20-30-40 év alatt, amikor mire meghaltak, itt hagyják a földi létet, és végérvényesen itt hagyják. Ami azt jelenti, hogy ez nagyon érdekes, mert ugye kétféle, ez megint egy kis tanítás és újdonság, kétféle formában születünk ide a földre, az egyik, hogy reinkarnáció során. Tehát volt egy földi előző életed, és lett egy következő földi életed. Vagy pedig úgyhogy kiválasztottad, hogy lejössz segíteni. Nem a földről. Oké? Okay? Tehát kiválasztottad, hogy lejössz segíteni, de nem a földről. A tudást mindenféleképpen ki kellett törölni, ha előző életi tudás, ha lejöttél segíteni, és nem előző életedben, nem a bolygón éltél, mindenféleképpen ki kellett törölni, mert nem viselted volna el, hogy a tudásod révén egy csecsemő testbe beszüles. Világos ez? Tehát ha most be kellene születned avval a tudással egy csecsemő testbe, beleőrülnél, az rosszabb lenne, mint egy börtön. Világos ez? Tehát ez olyan lenne, mint hogyha beraknának evel a tudással, beraknának egy páncélba mozdulatlanul, érted? Vagy egy kicsit tudnád mozgatni a lábad meg kezedet. Érted? Meddig élnél vajon? Na, szóval egy ilyen tudása nem lehet egy csecsemő testben megszületni. Érted? Nem lehet. Nem lehet. Tudás nélkül lehet egy csecsemő testben beleszületni, de ha akár, mit tudom, előtte csak 10 évnyi vagy 15 évnyi tudásod lett volna, és úgy mentél volna el, és úgy kellett volna egy csecsemő testbe beleszületni, azt sem élted volna túl. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Tehát ezért tök mindegy, hogy innen vagy onnan jöttél, tehát a földről vagy más honnan jöttél, azért, hogy segíts, törölni kellett a tudásod. Ezáltal egyforma eséllyel indultál, és itt egy kérdés van, vajon mennyire hagytad, hogy manipuláljanak? Ez a kérdés. Ha minél jobban hagyta valaki a manipulációt, most annál tudatlanabb. Minél kevésbé hagyod a manipulációt, annál tudatosabb vagy. Mert ugye több mint 100 000 emberrel kerültem kapcsolatba az elmúlt 31 év során, közvetlenül vagy közvetve,
És azt tapasztaltam az emberek működésében, hogy minél manipuláltabb valaki, annál kevésbé tudatos. Világos ez? Minél jobban sikerült nála a manipuláció, annál ostobább az illető, bocs, hogy ezt kell mondani. Tehát tök egyértelmű dolgokban sem gondolkodnak emberek manapság. Olyan dolgokban sem gondolkodnak emberek, amit előtte esetleg tanulhattak is, érted? Vagy megélhettek is. Még abban sem gondolkodnak. Abban is hagyják, hogy totális manipuláció részévé váljanak. És ugye én azt tapasztaltam, hogy minél inkább hagytad, illetve hagyták az emberek, hogy manipulálják őket, annál tudatlanabbak. Na most akkor nézzük meg, hogy ugye menjünk vissza oda, hogy úgy juthattak egy magasabb létformába az emberek, hogy kivonták magukat a társadalomból, bekerültek egy zárt közösségbe, vagy ha valaki remeteként élte ezt meg, akkor ugye létrehozott saját magának egy közösséget a remete időszak után, lásd Buddhát, és lényeg az, hogy létrehozott egy saját közösséget, viszonylag elszeparálták magukat a többiektől, és ezáltal, amikor meghaltak, kikerülhettek a reinkarnációs körfolyamatból. Ugye a reinkarnáció az, hogy előző élet, létközi állapot, újraszületés, majd megint meghal az ember, majd megint létközi állapot, megint újraszületés, stb. 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 És akkor visz az ember egy ilyen úgynevezett karmát, vagy karmákat, visz, mert a legtöbb embernek nem egy karmája van, hanem több. És akkor viszi tovább. És akkor abban az életében sem oldja meg, akkor viszi a következőbe. Na most nem könnyű, tehát soha nem lehetett megvalósítani, a Földön nagyon-nagyon kevés ember tudta azt megvalósítani. Tehát én szerintem az egész 4000 év alatt szerintem nem volt 400, aki úgy el tudta volna azt érni, hogy nem. Tehát a saját környezetébe, a megszokott környezetből nem kilépve ő kikerült volna ebből a reinkarnációs folyamatból. Világos ez? Mondom, a 4000 év alatt nem volt 400 ilyen ember. És akik kikerültek a reinkarnációs folyamatból, az mind, mondom, egy viszonylag zárt közösség révén tudták ezt megcsinálni. Na most, ugye vajon miért kaphattam én meg ezt a küldetést? Mert én képes voltam létrehozni, már előtte is, mielőtt ezt a küldetést megkaptam, viszonylag zárt közösséget. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy abba tudtam embereket szervezni, stb. Stb. Azért nem, csak hogy értsd, azért nem képes az ember arra, hogy abban az élet környezetben, ahol élsz, onnan bekerülj egy magasabb létformába, mert fogsz kapni elnyomást. És ha az ember elnyomást kap, elveszíti, ameddig az elnyomás hatása alatt állsz, elveszíti a tudását. Oké?
majd ha visszakerül, már nem áll az elnyomás hatás alatt és visszakerül normális helyzetbe, akkor visszanyeri a tudását. Tehát ez azonos azzal, amivel az elején bevezettem, hogy rossz állapotban az illető nem tud gondolkodni. Világos ez? Csak jó állapotban. Tehát azért veszíti el az illető a tudását, mert nem tud gondolkodni, amikor rossz állapotban van, már pedig elnyomás alatt, míg valaki elnyomás hatása alatt áll, nem tud jó állapotban lenni, ha csak nem tudja kezelni azt a helyzetet. Na most ahhoz, hogy kezelje azt a helyzetet, ezt meg kellene tanulni. Én azt úgy láttam, hogy ember nincs olyan, aki ezt tanulás nélkül tudná. Tehát mondom, senkivel nem találkoztam olyannal, hogy tanulás nélkül tudna kezelni elnyomást. Világos ez? Tehát azok, akik tudják kezelni az elnyomást, azok mind tanulták ezt. Tehát nem úgy születtünk, hogy ezt tudjuk. Mert ha úgy születtünk volna, hogy tudjuk, akkor most mindenki baromi sikeres ember lenne. Világos ez? Ugyanis, ahol az emberek nem sikeresek, vagy boldogtalanok, vagy rossz állapotúak, ott jelen van az elnyomás, ez egy szabály. És az elnyomók bőszen tevékenykednek. Tehát addig, míg te olyan környezetben vagy, hogy elnyomoskodnak veled szemben, és te nem tanultad meg kezelni az elnyomást, addig reménytelen, hogy te bekerülj bármilyen aranykorba is. Oké? Okay. De nem akarlak elkeseríteni, csak megpróbálok gondolkodásra késztetni. Hogy gondolkodj! Ne ösztönösen cselekedj. Vagy ne ösztönösen működj. Gondolkodj. Ha egy ember egy olyan környezetben van, ahol elnyomást kap, akkor nem tud fejlődni. Nem tud fejlődni. Ezért ugye szükséges az, hogy az ember lassacskán kivonja magát az olyan környezetből, ahol kapja az elnyomást. De ezt nem teszed meg, soha nem fogsz bekerülni az aranykorba. Érted? Tehát azt értsd meg, hogy a világtörténelemben csak azok tudtak bekerülni az aranykorba, nem az aranykorba, a magasabb szintű létformába, akik képesek voltak arra, hogy elszeparálják magukat a többiektől. Világos ez? Tehát van egy régi szervezési mondás. Még a 90-es évek elején tanultam, hogy hülye hülyét hoz. Tehát hülyének hülyék a barátjai. Világos ez? Ez ezt jelenti. És ha megnézed, ez pont így van. Mindenkinek olyanok a barátai, mint ő. Én is visszaemlékszem a barátaimra. Olyanok voltak, mint én. Nem véletlenül mondja a mondás, hogy madara tolláról, ember barátjáról ismerni meg. Oké? Okay? De nem csak a barátokról szól a történet, hanem a munkahelyekről. A munkahelyen több időt töltesz, mint a barátokkal. A munkahelyed befolyásol a legjobban téged, mert avval töltesz a legtöbb időt.
és ideális állapotok vannak a munkahelyeden. Semmilyen elnyomás. Tök jó kollégák. Mindenki szociális ember. Az összes. Soha nem mond senkire, senki senkire rosszat. Neked ilyen a munkahelyed? Én még ilyen munkahelyet nem láttam, meg nem is hallottam ilyenről. Most munkahelyről beszélek. Nincs széthúzás. Egy cél felé haladnak. Aha, ilyen a munkahelyed? Ki van csukva? Ha csak nem egyedül dolgozol. Egy helyen. Érted? Ahol se főnök, se kollega, te vagy a saját főnököd. Az egy más helyzet, persze. De általában nem így működik. És ugye szokták mondani, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Na szóval, akkor kérdezem én. Drága barátaim, hogy a manóba akarsz bejutni az aranykorba egy olyan közösség nélkül, ahol hasonlók az emberek, mint te, és nincsenek elnyomók? Tehát ezek nélkül. Hogy akarsz? Hát eleve ott kezdődik, hogy én még nem találkoztam olyan spirituális emberrel, aki meg tudta határozni pontosan az elnyomót és a szociális embert. Érted? Tehát nem találkoztam ilyennel. Hogy meg tudta volna határozni. Mert ott kezdődik a dolog, hogy az ember felismerje az elnyomókat. Sőt, ugye azt is tudni kellene ezzel kapcsolatban, hogy a szociális emberek elnyomoskodnak. És különbséget tudjon tenni a szociális ember elnyomoskodása és egy elnyomó elnyomoskodása között. Mert a szociális ember azért nyom el egy másik szociális embert, mert elnyomást kapott, és továbbadja az elnyomást. Tehát például egy szociális embernek azt is meg kellene tanulni, hogyha elnyomást kapsz, ne add tovább. Mert ösztönösen adja az ember tovább az elnyomást. És hogyan juss oda, hogyha téged elnyomnak, akkor ne add tovább egy másik szociális embernek. Tehát ne keserítsd meg más életét. Na most akkor innentől ki, és én nem találkoztam olyan spirituális emberrel még, aki ezeket, csak ezt az egy dolgot tudta. És akkor még nem is beszéltem az etikáról, az etika szabályairól. Nem találkoztam olyan spirituális emberrel, aki tudta volna az etika szabályait. De hát a spirituális emberek úgy gondolják, hogy ők tökéletesek, és ők mindent tudnak. És nagyobb egójuk van sok spirituális embernek, mint annak idején, mikor pénzügyi területen piacvezetősködtünk, mint a akkori pénzügyi területen lévő embereknek. Érted? Pénzügyi területen lévő emberekkel nem találkoztam akkora egókkal, mint itt a spirituális területen. Érdekes mód. Milyen jó, hogy megfordultam. Ezen a téren is, meg azon a téren is legalább van összehasonlítási alapom. De azt tudom, hogy sokkal jobb emberek vannak a spirituális területen, mint a pénzügyi területen volt. Tehát etikusabbak, úgy érte. De mégis bizonyos embereknek a spirituális területen szó szerint spirituális egójuk van. Akkora, hogy majd durran tőlük a feje. Vagy tőle a fejük. Tőlük a feje. Fejük. Ja? Na szóval. Lényeg az, hogy nekem sok mindent meg kellett tapasztalnom. Olyan dolgokat is, amit más nem. Hát más nem tapasztalt meg. Olyan dolgokat is kellett tanulnom, amit más nem tanul. És hála Istennek, ugye 93-tól tanítok embereket, és 2000-től tanítok ilyen dolgokra embereket, mint amire most is. Csak
természetesen nem ilyen bőséges információkkal. Most gondoljátok végig, a legtöbb képzést úgy indítottam el, van 27 nagy témánk, nemrég még 25 volt, most már 27, van 27 nagy témánk, és akkor úgy volt ez régebben, hogy régen nem ennyi volt, sokkal kevesebb témánk volt, és akkor kezdtük azzal, hogy volt 12 hónap pont a forgás, majd másfél évente, és akkor így mentünk fölfelé. Most tehát úgy kezdtük, hogy abból a kevesebb témából általában egy hónap volt, egy. Most van olyan, hogy egy téma, 4 hónap, tehát 4 hónap. Tehát folyamatosan bővül a tudás. Tehát mondom azoknak is, akik nálunk már végeztek, kaptak bizonyítványokat a szemeszterek után, és diplomát a teljes 4 szemeszter végeztével. Ugye már eleve nem 4 szemeszter van, hanem több. Mondom nekik, hogy sokkal bőségesebb a tudás, és olyan témákban is tovább léptünk, amit akkor nem tudtunk befejezni. Tehát ami azt jelenti, hogy lehet, hogy akkor te kaptál bizonyítványt mondjuk egy-egy hónapi képzésből, most már mondjuk az időszak az 2 témából áll, mondjuk az a fél év. És akkor ugye abba hagytátok az itteni tanulást, mert hát nem akartad, hogy ugyanazt hallgast 2-szer. Hogy lehet ugyanazt hallgatni 2-szer, hogyha az egyiket mondjuk hallottad 30 óra alatt, a másikat mondjuk 120 óra alatt hallanád? Tehát magyarul akkor én 4-szer fogom ismételni magam mindenben? Ugye ezt nem gondolja bárki is komolyan. Hanem ez azt jelenti, hogy több az információ. És akkor ránéztem az órára, hát lejárt az időm. Lejárt az időm. Javaslom mindenkinek, hogy ha egy kicsit körülnézel, akkor mit látsz? Azt látod, hogy az emberek működése, tehát általános működése javult mondjuk az elmúlt másfél évben. Tehát magyarul most jobban megérdemelnék, hogy bekerüljenek az aranykorba, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Ezt látod? Nem. Mit látsz? Azt látod, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a hibás működéseket működtetik, mint előtte. Tehát itt emberek azt gondolják, ezen a bolygón, itt a nyugati társadalomban egyértelműen látszik, mi itt vagyunk a nyugati társadalomban, az emberek azt gondolják, hogy ők azért születtek, hogy egyenek, igyanak, legyen gyerekük, főneveljék, és egyébként menjenek szórakozni. És az lenne a legjobb, hogy nem kéne csinálni semmit, csak kapnának egy alapfizetést, és akkor ők vásárolhatnának azt, amit szeretnének. De ne kell csinálni semmit. És ha megkérdezed, vagy megkérdeznéd mondjuk 100 embert, vagy mondjuk 10 000 embert, tuti, hogy a 90% azt mondaná, hogy az tök jó lenne. És tehát azt gondolják az emberek, hogy ezért vannak, hogy hűtsék a levet. Magyarul léhűtősködjenek. Oké? Azt gondolják. És azt gondolják, hogyha fölnevelték mondjuk a gyerekeket, akkor is valami hasonló életük legyen, mint ami volt. Tehát megnézed, ugye teljesen vesszük át a nyugati mintát,
nyugaton fölnevelték a gyerekeket, és utána mit csináltak a nyugdíjasok? Mentek nyaralgatni, szórakozgatni, utazgatni, ameddig a pénzük futotta. Na most erre csak annyit mondanék, hogy gazdaságilag éppen most másfél éve teszik tönkre a világgazdaságot. Legalábbis itt a nyugati részen. Oké? Na most, ez azt jelenti, hogy azok, akik bérből és fizetésből, illetve állami segélyekből élnek, ide tartozik a nyugdíj, azok, és nem saját megtakarításokból élnek, hanem mondjuk állami pénzekből, és bérből és fizetésből, azok fognak szívni a legnagyobbat. Oké? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a válságból kifelé megyünk, akkor óriási tévedésben éltek. Nem akarok a nyilvánosban olyan dolgokat mondani, amire majd azt mondják, hogy, azért vezették be, mert mondtam. Jó? Ezáltal ugye nem mondom. De ugye nem tudom, láttátok-e, hogy az első körben volt 3 hónap lezárás. Utána volt most 6 hónap. Szerinted mennyi lesz a következő? Jó, ezt csak úgy mondom előre. Na most, voltak lezárások. Te azt láttad, hogy annak hatására magukba szálltak az emberek? Tehát azért, mert volt egy kicsit több idejük, mert ez a lezárás ezt is okozta, hogy az embereknek lehetett volna egy kicsit több idejük magukra. Azt láttad, hogy ezáltal okosodtak? Ezáltal azt láttad, hogy, elkezdtek többet gondolkodni, és, dűlőre jutottak magukkal kapcsolatba, hogy nekik mi mondjuk az életük értelme? Nem. Na most, ha megnéznéd most, hogy mondjuk itt, amit ismersz, környezetet, ahol élsz. Ugye, aki Magyarországon él, akkor mondjuk Magyarország, aki Szlovákiában, Szlovákia, stb. Stb. Hogy a te országodban, a te néped, ahol élsz, az mit érdemel? Vajon hány százalékot, hány százaléknak mondanád azt, hogy bekerülhet az aranykorba, ha tőled függne? Mert én azt mondanám, hogy ez például itt Magyarországon 0,1 százalék, vagy ezred, vagy tízezred százalék. Érted? Na most akkor kérdezem én, hogy miről beszélünk? Hú, de szuperul tudtok mindent! Tehát azt mondanám, hogy az egy, mondjuk 10 millió emberből pár ember. Érted? De ha nem rajtam múlna, akkor nem tudnál kiválasztani, hogy ki az elnyomó abból, aki bekerülhet, érted? És ha bekerül mondjuk az aranykorba, bekerülnek az elnyomók, amely minden ötödik ember a bolygón, csak úgy mondanám. Akkor semmilyen változás nem fog létrejönni. Semmilyen. Mert csak úgy lehet fejlődni, hogyha nincs elnyomás. Tehát vagy elszeparálja magát egy olyan közösségbe az ember, ahol nincs elnyomás, mint például csinálták az Árdában, vagy a, mi volt a másik? Kolostorban, igen, most nem jutott eszembe a szó, köszönöm. Érted? Ahol nem volt elnyomás. Hát vagy nem kerül be az ember. Hát nézd meg az életedet. Van egy problémád. Olyan, mintha nem is tanultál volna itt. Érted? Lemegy a hangulatod, és kész, elveszítetted a tudásod. Mintha nem is tanulnál itt.
Szóval lényeg az, hogy nem azért fogalmazok keményen, hogy bántsalak benneteket, hanem azért, hogy valahogy eljusson a tudatodhoz a változásnak az igénye. És ha olyan szépen fogalmaznék, mint amilyen szépen fogalmazott mondjuk Müller Péter, akkor nem jutna el a tudatodhoz a változásnak az igénye. Én is tudok szépen fogalmazni, amikor arra van szükség. De ezt tudod milyen? Ez olyan, mint mikor van egy gyereked és szófogadatlan. És akkor mit csinál most a felvilágosult szülő? Hát ott könyörög a gyerekének. És nem emeli meg a szavát. Vagy nem mondja azt, hogy figyeld, mi még haza is érünk. Azt lehet, hogy itt most nem kapsz az utca közepén, de hazaértünk. Akkor megnézheted magad, hogy mit kapsz. Oké? Tehát ott is, ha megnézed, egy szófogadatlan gyereknek hiába beszél szép szavakkal. De a szófogadatlan gyereket valakik szófogadatlanná tették. Nem magától szófogadatlan. Ugyanúgy, te se magadtól vagy szófogadatlan. Szófogadatlanná tettek. Oké? És ezt jó, ha tudod. Tehát az ember a logikus, értelmes dolgokkal szemben, egy értelmes ember nem szófogadatlan. Csak azért szófogadatlankodik, mert olyan élethatások alatt állt, ami által kialakult benne ez a szófogadatlanság. És amikor az a szülő, amelyik nem bír a gyerekével a szófogadatlansága véget, az nem gondol arra, hogy ő tette olyanná a gyerekét. De mivel én nem vagyok az édesapád meg az édesanyád, nem én tettelek szófogadatlanná, maradjunk ennyibe. Jó? Úgyhogy várunk szeretettel a képzéseinken, ami teljes megfizethető áron tudjuk nyújtani, egy olyan közösségben, ahol az emberek szeretik egymást. Ugye a gyereknek is azért kell szót fogadni a szülei felé. Nem azért ugye utasítja a szülő a gyereket, mert nem szereti, hanem azért, mert szereti, és jót akar neki. Világos ez? Már csak azért is, mert nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy egy eléggé úgy érzi az ember, mintha az itt lévők a gyerekei lennének. Tényleg. És ezt nem csak én mondom, hanem azok is mondják, akiknek van saját csapatuk a csapaton belül. Tehát olyat, amit én nem tennék helyedben, én olyat nem fogok mondani neked. Érted? Soha. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!